Hatodik alkalommal került sor, játszunk együtt sor és váltó versenyre a Vaszari Általános Iskola tornatermében. Három intézmény, a Dunalmási Református Szeretetház, a Tokodaltárói Fogyatékosok Otthona mellett a Tatai Fogyatékos Nappali Intézmény mérte össze ügyességét. Nagyon fontos az, hogy azokat az akadályozott embereket, polgárainkat is felkaroljuk, illetve adjunk lehetőséget, amellyel ők is ugyanolyan részesei lehetnek a társadalmunknak, mint mindenki más. A rendezvény természetesen itt Tatán már hatodik alkalommal kerül megrendezésre. Ez a dolog, ez a Komárom-Esztergom megyétől sem idegen, hiszen a Komárom-Esztergom megyé akadályozottak szövetsége folyamatosan felkarolja az ilyen intézmények lakóit, illetve az ott élőket, hiszen számtalan alkalommal szervez számukra hasonló rendezvényt. Itt most a Szociális Alapellátó Intézmény szervezte meg hatodik alkalommal ezt a rendezvényt, ahonnan mások is vannak, természetesen Tatán kívüliek is, de ettől szép és ettől jó ez a versengés, hogy igazi verseny alakul ki az ő körükben is. Egy nagy hátrányt ők már leküzdöttek a mai napon, saját akadályukat át tudták lépni, és elindulhatnak egy versenyen. És ez nagyon jó, mert szerintem mindenki pozitív élménnyel fog hazatérni erről a rendezvényről. Az intézmények nevelői áldozatos, türelmes munkával készítették fel versenyzőiket, tagjaikat a játékos vetélkedőre. Már két hónapja készülnek, és minden héten lejönnek ide a tacpályára, mert ott vannak meg a megfelelő eszközök, és ott gyakorolnak. Most van három új feladat is, amúgy pedig megkapjuk előre a feladatokat, meg minden csapat, hogy tudják gyakorolni. Nagyon sokat kell gyakorolni, főleg az olyan feladatokat, mondjuk itt a szalom, ezt elég nehéz, hogy merre fele menjenek, kell velük elég sokat gyakorolni. Nagyon szeretik csinálni, és nagyon szeretnek versenyezni. Ez számukra nagyon fontos, a versenyzés. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb náluk. Nagyon szeretnek szerepelni, és nagyon szívesen készülnek rá. A tornaterem hangulata mindenre választ adott. Az önfelett játék, szórakozás, kikapcsolódás és maga a verseny nem mindennapi élménnyel gazdagította a benne résztvevőket.